Sziasztok! Ez most egy olyan heti vlog lesz, mert az elmúlt időszakban történt velünk egy csomó dolog, amik talán érdekesek lehetnek a számotokra. Ebben a vlogban most hármat fogunk ebből bemutatni. Ellátogatunk a Luxoja legújabb üzletének megnyitójára, a West Endbe. Tudjátok, mi ez a Luxoja? Ez az az életmód program, amit én képviselek, illetve amit én alkalmazok, amit Jákob Zoli talált ki, illetve Jákob Zoli és a csapata. És én ennek a programnak a segítségével fogytam le 20 kilót. Tehát most ellátogatunk a legújabb üzletbe, aztán egy nagyon elegáns díjátadóra is elmentünk, az Inspiráló Nők gálájára, ahol nyilván olyan nőket díjaztak, akik a saját területükön valami jelentős dolgot alkottak. Na, ebbe a gálába is egy picit bepillantást engedünk, aztán megmutatjuk azt is, hogy milyen ruhában és cipőben voltunk, mert az ilyen vörös szőnyeges eseményeken ez nagyon fontos szokott lenni, hogy ki miben jelenik meg. Aztán a videó végén elkészítünk egy fit kaját, egy olyat, amit bármikor bárki megehet, mert nincs benne sok kalória, de pont annyi kalória van, amennyire szükségünk van, tehát nem hízlal egyáltalán, sőt, aki esetleg fogyókúrában szeretné alkalmazni, annak is abszolút alkalmas. Tehát akkor most kezdjük a Luxoja üzletével. A közelmúltban három új üzletet is nyitott a Luxoja. Az elsőt, a Servita téren, ez a legnagyobb és a leggyönyörűbb üzlet, ha tehetitek, látogassatok el arra, rengeteg minden van az üzletben, és óriási. Ez az üzlet, ahol most járunk, ez a West Endben nyílt meg nemrég, körülbelül 2 hete, de azóta már van egy újabb üzlet is az Arena Plázában. Ebben az üzletben minden Luxoja termék kapható, tehát az életmód termékek, amik segítettek nekem lefogyni 20 kilót, kaphatók az új samponok, hajápolószerek és a sminkek is. Természetesen itt is akciókkal várták a betérő vendégeket, meg lehetett forgatni ezt a szerencsekereket 20 000 forintos vásárlás felett, Zoli könyvét kapta mindenki, minden egyes vásárláshoz, és mindenre 15% kedvezményt biztosítottak. Na, itt az én kedvenc részem az üzletből, természetesen a Luxoja életmód termékek, amelyek minden egyes Luxoja üzletben elérhetőek. Itt vannak a fehérje, porok, illetve turmixok, amiket reggelire szoktam fogyasztani, itt vannak a proteinszeletek, amiket általában uzsonnára szoktam, vagy edzés után, a kollagén az egyik sztár termék, nekem most éppen dinnyes van itthon, a cappuccino is, azt is nagyon szeretem reggelire inni. Itt vannak a fehérjék, például a citromos sajtortás, az is az egyik kedvencem, de egyébként mindegyik nagyon finom. Ezek pedig a Luxoja sminkek, én mindenkinek ajánlom, hogy egyszer próbáljátok ki őket valamelyik üzletben. Nagyon szépek, mindegyik egytől egyig, a szemhéj palettáknak gyakorlatilag olyan gyönyörű színe van, és olyan csillogóak, hogy a luxus márkákat is verik komolyan, miközben az áruk nagyon-nagyon normális. Az üzletben rendszeresen lesz sminktanácsadás is, hogy profiktól leshessük el a fortéjokat. Ezek pedig itt a hajápolószerek, a samponok, a hajfestékek, szalon és otthoni kiszerelésben egyaránt. Mi órákig ott voltunk az üzletben, mindenkivel fotózkodtunk, aláírásokat osztogattunk, nagyon kellemes volt találkozni az emberekkel. Most akkor látogassunk el az Inspiráló Nők gálájára, nézzük meg, hogy mik történtek ott. Na, itt a felhozatal egy része, amikből egyet-kettőt majd felveszünk a bulira. Vettem ezt a kis nude színű táskát, hát reméljük, hogy megfelelő lesz, akkor egy-két harisnyát. Vettem ezt a cipőt és ezt a cipőt, a kettő közül valamelyiket fogom majd felvenni. Ez itt Molly cipője, nemrég vettük neki ezt a cipőt, és elképesztően szép. Sajnos az én méretemben nem volt, meg nekem ez a magasság, ez túl sok. Én ezt nem tudnám hordani. Itt van még egy kis táska, ez Molly-é lesz,
Úgyhogy ez a szett egy része, de mutatom a ruhákat is. Mi a saját ruháinkban mentünk a gálára, tehát ez azt jelenti, hogy nem kértünk kölcsön semmilyen divattervezőtől, vagy senkitől ruhát, hanem benyúltunk a saját szekrényünkbe, és onnan válogattunk. Én nemrég vettem ezt a púderrózsaszín ruhát, ami nagyon tetszik nekem. Molinak pedig ez egy fekete kezeslábas gyakorlatilag, és egy ilyen kis Chanel típusú fekete kabátka van ugye rajta, és hát a cipők, amiket már láttatok az előbb. Szóval ebben gáláztunk. Na akkor nézzünk most meg néhány pillanatot a gálából, hogy kik nyertek. A femcafé.hu 2024-ben immár 6. alkalommal rendezte meg nagyszabású eseményét, az Inspiráló Nők Estjét. A hagyományteremtő szándékkal alapított femcafé gálán ezúttal is olyan hölgyeket díjaztak, akik tevékenységükkel, hozzáállásukkal, személyiségükkel példaként szolgálhatnak mindenki számára. 2024 leginspirálóbb gasztronómiai teljesítménye. A győztes, már azt gondolom, hogy tényleg minden jelölt az, de ennek a kategóriának ma este a győztese nem más, mint Nagy Poldi Berta. Gratulálok! Kedves Veronika, akkor lássuk, hogy 2024-ben ki lett a leginspirálóbb véleményvezér. Kategória díjazottja pedig nem más, mint Gyuris Rita. Végül egy szuper műsorszámot is megtekinthettünk. A Madács Színház művésznői léptek a színpadra, és előadtak egy részletet a Six nevű, vagy című musicalből, ahol ugye 8. Henrik hat feleségét idézik meg a színpadon, énekes, táncos produkcióval. Miután két ilyen szuper eseményen jártunk, akkor most együnk is egy kicsit, mert már biztos megéheztünk, úgyhogy most elkészítjük a Fit Burgert. Nagyon jó illata van ennek a szósznak. Most azt mondja Molly, hogy Amerikában van egy gyorsétterem lánc, ez az In-N-Out Burger lánc, és annak ez a hivatalos szósza. Hát valószínűleg az nem light verzióban készül, a miénk igen, és hát nagyon ígéretes. Vágunk, illetve karikázok fel hagymát, ilyen félkarikákat, mert ezt nem a húsba tesszük bele, hanem majd rá, bele ebbe a speciális burgerbe. Hagymát egyetek sokat, mert nagyon egészséges, tele van C-vitaminnal, és főleg így ebben a borongós időben nem tudunk elég vitamint bevinni. Vágok fel paradicsomot is, az is belejön. Kivágjuk itt ezt a csuma részét, én nem szeretem, hogyha az benne marad. És így, ilyen fél karikákra, és ez jön majd bele, ugye, a szuper kis. Így jó lesz, Molika? Teljesen. Jó lesz? Oké. Okay. Alakul szépen, most sütjük a húspogácsát. A húsban milyen fűszereket tettél, babám? Van benne fokhagymapor, só, bors, paprikapor, és igen, azt hiszem ennyi. Egy kis csilipor. Kis csilipor, oké. Okay. És hagyma. Mm-hmm. Vagy azt mondtad? Jó. Szóval csak ennyi, semmi más nincs benne. És egy nagyon-nagyon-nagyon kevés olajon fogjuk megsütni. Egy nagyon-nagyon-nagyon kevés. Nagyon-nagyon. Na, itt van a mi kis burgerünk gyakorlatilag, illetve a buci. Tehát buci helyett mi most ilyen salátaleveleket fogunk alkalmazni. Molly megmosta őket, én most szárazra törlöm, és ebbe jön majd bele gyakorlatilag az összes többi, ami egy hamburgerbe szokott jönni, tehát a hús és a zöldségek. Vágok egy kis paprikát is, ez a, nem is tudom milyen paprika ez, olyan kápia-szerű paprika, ilyet is tudunk beletenni. Tulajdonképpen mindenféle zöldség jöhet bele, olyan is, amit burgerbe egyébként nem tennénk, de mi, nekünk az a lényeg, hogy sok egészséges zöldség legyen benne. Én csak berángolhatom, tényleg zény. Tettünk rá fedőt, mert eléggé fröcsög, de nagyon szépen alakul. Na nézzük! Ó, gyönyörű, gyönyörű! Előkészítettük a burger bucikat, hát nálunk ez most salátalevél lesz, erre jön a töltelék.
mehet rá a speciális szósz. Közben helyesbítenék, ez nem az In-N-Out Burger hivatalos szósza, hanem olyan, mint az ő szósza. Ahhoz hasonlít. Azaz. Ketté vágtok a húsokat, mert elég vastagok lettek. Én azt javasolnám, hogy ilyen összenyomós kontakt grillben süssétek majd meg meserfenyőben, vagy ne legyen akkor ilyen vastag a hús. Szóval ketté vágtuk őket, hogy jól megsüljenek. Most rájuk tesszük a sajtot. Ez light mozzarella, nem, light trapista sajt. Mert a sajt az ugye nem hiányozhat a burgerből, de hát, hogy csökkentsük a kalóriák, így light sajt kerül bele. Aki nem fogyókúrázik a családból, az tehet rá cheddar sajtot is. Most a család egyik része ilyen cheddarosat kap. Ez a fogyókúrázó, oké, ez az oldal. Érkezik az első adag. Ó, de jól néz ki, úristen! És ez tök fogyókúrás lesz, gyerekek. Azaz. Szerintem az most elég is lesz, drágám. Jó. Isteni finom lett. Most megkóstoltam egy falatot, és nagyon-nagyon-nagyon jól vizsgázott. Itt van a kóstolófalat. Elképesztően finom lett. Tényleg. És semmi nincs ebben a burgerben, csak a hús, hagyma és fűszerek. Na és itt a kánoán, nézzétek meg ezeket a gyönyörű színeket. Szóval most ízlés szerint mindenki telerakhatja a burgerét, vagy burgerét ki, ahogy akarja. Igen, paradicsommal, paprikával, hagymával, amit szeretnétek. És még halapenyó paprika is jöhet bele, bár a szószban már van. Hát ennél jobb kaját így most így hirtelen nem nagyon tudok elképzelni, így fogyok ura közepén, hogyha az ember mindenképpen burgert szeretne enni. Ezt most becsomagoljuk a salátába, és hajrá! Na itt van ez a csoda burger, hát nem burger formájú, de kit érdekel. Az a lényeg, hogy nagyon jól fogunk vele lakni, és csoda finomságokkal van tele, mint például ezek itt. Hát ez gyönyörű. Na ilyeneket kell lenni, gyerekek, ilyeneket kell lenni.